Tehát a kormány kompromisszumkész, még az egykulcsos adóról is hajlandó tárgyalni, és pont amikor ennyi pozitív üzenetet fogalmaz meg, akár Fellegi Tamás, akár Orbán Viktor miniszterelnök, azt mondják az LMP-sek, hogy megint kettős játékot játszik a kormány, mert mást mond külföldön, és mást mond itthon. Vágó Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Szép estét kívánok! Most milyen kettős játék? Hát most itthon is azt mondták, hogy változtatunk, meg külföldön is azt mondták, hogy változtatunk. Na jó, itthon nem nagyon mondták. Ahogy Orbán Viktor megmondta, ne a szavaira figyeljünk, hanem a tetteire. Tehát hiszem, ha látom, hogyha valóban változtatni akar, akkor összehívja az országgyűlés rendkívüli ülését, napirendre veszi azokat a törvényeket, amelyeket kifogásolnak, megváltoztatja, és akkor kész, elindulhatnak a tárgyalások. De valójában, amiért kettős beszéddel vádom én a kormányt, az azért van, mert a Olli Rehnnek a szóvivője azt mondta, hogy ezek a törvények a törvényeknek a megváltoztatása a belépő a tárgyalásokhoz. Addig dátumról, találkozó helyről nem is beszélünk, amíg ezeket a törvényeket meg nem változtatják. Orbán Viktor meg is Fellegi Tamás is úgy fogalmaz, hogy ezek a megegyezésnek a részei, ezek a változtatások. Tehát itt a kettő között éles szembeállás van. Az unióval való megegyezés a feltétele annak, hogy az IMF egyáltalán eldöntse azt, hogy tárgyal-e velünk, és mondjuk időpontot tűzzön ki. Ez már múlt héten feketén-fehéren kiderült. Hát akkor ilyen szempontból lehet, hogy jól fogalmazott Orbán Viktor és Fellegi Tamás, hogy a megegyezésnek a feltétele, mármint hogy a megegyezés feltétele a tárgyalásnak. Tehát megegyezünk az Európai Bizottsággal, és akkor mehetünk tárgyalni. Igen, de Orbán Viktornál és a Fidesznél nem számítanak szerintem a szavak. Azzal, hogy folyamatosan napról napra hazudtolják meg az előző napi állításukat, azzal eljutottunk abba a bizalomhiányos pontba, amikor tényleg már csak a tettek számítanak. Hogyha valójában megegyeznek az unióval, hogy változtatni akarnak, annak egyetlen egy nyilvános bizonyítéka lehet csak, hogy a törvényi változtatásokat megteszi az országgyűlés. De már nincs is más választási lehetőségünk. Remélem, ezt ők is belátják. De amíg nincsenek érdemi lépések, hanem csak beszélnek róla, addig elnézést én már nem tudok hinni a kormányzatnak. Én elnézem önnek, de ugye kedden fog Barroso elnökkel találkozni Orbán Viktor. Hát most lehet, hogy már csütörtökön rendkívül ülés lesz, nem? Tehát mennyiből tart összehívni egy rendkívül ülést? Orbán Viktor nyilatkozta azt most valamelyik rádiós interjújában, hogy nem kívánja összehívni a rendkívül ülésszakot. Hát és akkor hol fog változtatni? Például, hogyha az alkotmányon... Na, ez jó kérdés. Én is. Tehát ez nem lehet dolgozószobában? Nem. Tehát kétharmad ide, kétharmad oda, de olyan nincs, hogy mind a kétharmadan gyertek már be Matolcsi szobájába, és akkor gyorsan változtassunk már például az alkotmányon a bírák nyugdíjaztatását illetően. Vagy éppen az egykulcsos adórendszeren, mert az egykulcsos adórendszerre visszatérve volt itt ma téma, hogy nem az IMF miatt kell ezt, mert hogy ők akarják nagyon, ezt a emberek miatt kell, azon dolgozók miatt, hiszen az összes magyar dolgozó állampolgárnak a 4/5 rosszul járt ezzel. És ez az ősbűn, ami miatt elindult ez a kapkodó gazdaságpolitika, ez a matolcsizmus, ami folyamatosan a bizalomhiányos állapothoz vezetett, ami egy negatív spirálba vitte le a magyar gazdaságot. Hát igen, tehát politikai ígéretnek a betartása az egy nagyon fontos dolog, de a csökönyösen hozzá ragaszkodás az egy idő után már nem jó, de hát most ezek szerint már ezt a ragaszkodást is feladja a kormány a megegyezés érdekében. A matolcsizmust említette, ön szerint meg fognak válni Matolcsi Györgytől? Hát hogyha nézzük Matolcsi György, hogyha körülnéz Orbán Viktor háta mögött, már csak Szijjártó Pétert és esetleg Selmeci Gabriellát láthatja. Tehát mindenki elment mögülük. Nézzük, ott van a Szél Kálmán alapítványuknak az elnöke, Lantos Csaba. Már ő is személyváltozások szükségességéről beszél. Járai Zsigmond, akiről azért tudjuk, hogy eléggé jó barátja a Fidesznek. Bot Péter Ákos. Egyszerűen a Fidesz gazdasági hátországának minden egyes prominense azt mondta, hogy ennek a gazdaságpolitikának és Matolcsinak mennie kell. Hát jó, a többségük aztán kapott is egy közleményt még aznap, hogy már nem is a barátom, és Öri Hari. Hát igen, ez a tipikus óvodás hozzáállás a dolgokhoz, hogy nagyon ragaszkodunk ehhez, mert mi találtuk ki, és ezt mi akarjuk, és hogyha neked ez nem tetszik, akkor ennyi.
De hát kérem, itt most nem a saját maga imidzsének a megóvásáról van szó. Itt az ország gazdasági épségének a megóvásáról van szó. És ez szerintem ilyen emberi hozzáállással ez nagyon kockázatos. Ha már az imidzset említette, na mi van az LMP imidzsével? Hát akkor, amikor, hogy is volt, egy hétvégén jelentette be Siffer András, hogy ő megválik a frakcióvezetői tisztségtől, előtte való pénteken volt, talán ugyanígy jön a vendégem, amikor kérdeztem, hogy belső Sering Gábor, hátrébb húzódása, Kaufer Virág kilépése, hogy belső ellentétek vannak? Hát majd nem dobott egy hátast itt a széken, hogy lennének belső ellentétek? Aztán rá egy napra még a frakcióvezető is lemondott, szóval mi van önöknél? Hát, hogyha az imidzsről nézzük, az LMP úgy tűnik, hogy levetkőzi amatőrizmusát, és a naivitásunkat is elvesztjük, viszont az idealizmusunkhoz, ahhoz, hogy lehet tényleg más a politikához, ragaszkodunk. Eddig naívak voltak az elmúlt két évben, kis naív gyerekek ültek a parlamentben? Nem kis naív gyerekek, de azzal, hogy konstruktív ellenzékiséget hirdettünk meg, és próbáltuk józanésszel meggyőzni Orbán Viktor kétharmadát, az utólag már naivitásnak tűnik. De hogy tanultunk ebből. Másrésztről én jól éltem meg az elmúlt egy hetet, ha bár válságról beszélt itt mindenki körülöttünk, de a válsághoz lehet úgy is hozzáállni, hogy az minden egyes átalakulás az természetes fájdalommal jár, ami után az a kérdés, hogy hogyan állunk hozzá a folyamathoz. Hogyha negatívan állunk hozzá a folyamathoz, hogy kétségbeesünk, jaj, válságban mi lesz velünk, akkor tényleg problémák lesznek, de nem így álltunk hozzá. Mindenki, ezt mondhatom, minden egyes képviselő és minden egyes pártag a emberileg és politikai szempontból is a lehető legjobb arcát mutatta az elmúlt egy hétben. És ki lesz az új frakcióvezetőjük? Erről a kongresszus fog dönteni, valószínűleg egy olyan folyamat fog lezajlani, hogy a kongresszus ajánlást tesz a frakciónak, és a frakció pedig ezt jóvá fogja hagyni. Ön például lenne? Hát megmondom őszintén, erről a szóvivőtársammal beszélgettem, meg a volt barátnőmmel, illetve egy-két kollégámmal. Anyuka? Anyukámmal nem beszélgetek ilyen kérdésekről, de én nem tartom még magamnak éretnek ehhez a kihíváshoz. Vannak más vezető tisztségek, ahol én tényleg a maximumot tudom nyújtani, és a legtöbbet tudom tenni. De lehet, hogy most nem, nem egy 28 éves harsány, vagány srác kell az LMP frakció élére. Hát ez nem korfüggvénye. Nem korfüggvénye, de azért mégis lehet, hogy az a stílus, amit én képviselek, erre szükség van a parlamentben, szükség van kint az utcán, szükség van a párt vezetésében, de lehet, hogy most a frakció vezetésében másféle stílusra van szükség. És akkor ki lesz az? Én most neveket tényleg nem tudok mondani, nem olyan nagy az étlap. Tehát, hogyha megnézzük, vagyunk 14-en, vagy 15-en, mert hogy Siffer András valószínűleg nem, igen, vállalja. Hogyha én sem vállalnám azt... Igen, akkor már csak 12. Igen, tehát hogy lehet így egyesével menni, de én ezt nem szeretnék most ebbe a játékba belemenni, mert tényleg nem a személy a fontos. Nem az a fontos, hogy az az átalakulás, ami az LMP most átmegy, és amivel én most már biztos vagyok benne, hogy sokkal inkább markánsabb, erősebb, keményebb hangot tudunk majd megütni. Ezen túl már nem lesz az, hogy az LMP ilyen tallabille, azt se tudja, hogy mit akar politika, mert mindenki ezzel eddig jött. Eddig tallabille volt, azt sem tudták, mit akarnak. Nem, mit pontosan tudtuk, csak a külső elemzők, megmondó emberek folyamatosan ezzel vádolták az LMP-t. Most ilyen... Most kemények leszünk, és markánsan meg fogjuk mutatni azt, hogy van alternatívája az elmúlt 20 év politikai gyakorlatának. Mert az nem mehet, hogy itt háttérmutyikkal, meg politikai elitek paktumaival dőlnek el a fontos kérdések. Mi az embereket hívjuk ebbe a játékba, amit politikának neveznek, ami nem egy úri huncutság. Sőt, az emberek küldték önöket ebbe a játékba, amit politikának neveznek. Na, jól van, várjuk a fejleményeket. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm.